goblins from Mars. Ryan Oaks. We glowed up. We glowed up. We glowed up. Oh man, look this boy, we all done glowed up. Pulled up, tell him pull the curtain, roll two, no three, got a fifth of bourbon, got foreign bitches that shepherd German, that I want to break from, I need to learn, and they told us all that we'd end up broke, we sucked it up and we did the most, now we taking over, we want the globe, so it's to the west to go take the coast. Everyone got shit to say, I tell them grow up, when they try to bring us down, we only go up, we tell them that we in they city, everybody shows up. And I get to swerving, spit legit, man, I'm sick for certain. I'll fix the shit that y'all bitches hurting. Y'all shit just isn't sick, get to working. I speak in cursive, my words are slurring. Chasing cheese, man, I've been affirming. I'm in the cut, but I ain't a surgeon. I'm your favorite rapper, but the sicker version. This shit determines those men from sheep. I've been at work while y'all been asleep. I got a million down, it's not shit to me. 500,000's not a hit to me. Them people talking don't get to me. 1K to 2 is not a flip to me. No, hát üdvözlök mindenkit. Eljött az ETS-nek, a Magyar Rapnak a második része. Ugye ígértem, hogy lesz benne mod. Hát bele is dobtam két kamiont, meg egy trailer packet. Remélem trailer packkel nem lesz semmi baja. És akkor... No. Leváltam most egy fuvart. Az lesz a terv, hogy most ezt lenyomjuk. És aztán még az a helyzet, hogy hú, basszus. Így fagyil. Majd talán így. Az a helyzet, hogy... valamiből megakadtunk. Kéne keresnünk MIN vagy Volvo kamionkereskedést. Üdös anyádat. Egyébként egy ilyen egy órányi vírusküzdelem után vagyok most, mert valami megtámadta a gépemet, de olyannyira, hogy nekem most volt versenyem, és csak és csak 280 fokba érzékelte a kormányt is, meg olyan lassú volt, mint a fosom. Úgyhogy elég szopás volt. Na, haladjál már. Akad. Várját, meg kell néznem. Szerintem frissíts egyet, de nekem nem akad. Nekem semmi baja. Sőt, szerintem a zene is egy kicsit hangos. Vagy lehet, hogy csak nekem. Köszi. Azért óvatosabban. Most is akad?
Oké, nagyon jó. Köszönöm a visszajelzést. Na, úgyhogy akkor megveszük az első kamionunkat. Ha találunk olyan boltot. Átsorolok. Á, ne. Hú, ez nem sokan múlott. Na, állj meg. Hát ez fail. Most már megyünk. Az meg. Hú. Úgyhogy nekem most volt versenyem, és azt is úgy kellett lejátszanom, hogy 280 fokba, és én a 900 vagyok akkor minden játékba. Úgyhogy elég egy szar volt. Hát az a időkön is lehetett látni, amilyen időket mentem. Fékezzük magunkat, hey. Úgyhogy... Viszont azt kéne megnézni, hogy hol van... Hát egy DAF-ot tudunk. Francba. Úgyhogy nem tudom, hogy meg-e lesz ma a kamion. Jó lenne, mert örülnék neki. Jók a hangjai is, működnek is, úgyhogy elméletileg kurva jó. Vagy majd nézzünk gyorsfuvarba, hátha látunk. Ezek nem lassítanak. Ő se. Na, gyerünk. De azt viszont nem tudtam még mindig megoldani, hogy gyorsabban legyen pénzünk, szóval ez szar így. De nem adjuk föl. Nyomjuk ezerre. Ez a R-faktor verseny ez elég kemény volt. Így, hogy csak 280-ban tudtam játszani 280 fokba. Ugye 280 fokot fordul a kormány. Kicsit meg is törtem a kocsit két gyorsan. Most itt vagyunk és nyomjuk ezt. Ezerrel. Úgyhogy ja. Tatán vagyunk, Tata.
No. Ez a pálya nagyon tetszik még mindig. Nagyon szeretem. Eszméletes. Mondjuk nagyon sok külföldi videós is ezen játszik. Én azt néztem, hogy nagyon bejön nekik ez a magyar map. Jó, mondjuk az a legjobb benne, hogy nem autópálya van, basszus. Itt talán jó, ha van egy 10%-a a pályának autópálya. Úgyhogy kurva jó. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. És hogyha még a módok is jók lennének, és meg tudnánk venni, hát az über király lenne. Úgyhogy ja. Több mint valószínű, hogy holnap is lesz egy rész. Szervusz, Racs! Holnap folytatjuk szerintem, mert holnap lesz egy kis időm. Úgyhogy holnap folytatás lesz. Ez ilyen másfél-két órás lesz körül ez a rész. Sokára ott vagyunk, és lehet, hogy lesz egyik gyors küldetésünkbe ilyen külső cég által egy olyan kamion, ami modolt. Kurva jók a hangok benne. Mit szállítok? Magas nyomású tartályokat. Ja. Az a helyzet, hogy áttettem holnapra a streamet, és közben meg lett időm, szóval az is vagyunk ennyien. Amennyien. Sokan nem tudnak róla, de hát most ez van. Üzni kell, gyerekek, nyomni kell a karriert. Na, what is this? Le tudod szedni, igen, a tört, ez is persze. Aj, gyerekek, gyerünk már. Esküszöm, mindjárt elvágok arra, bazdmeg. Na, az meg megállt, nem fér el. Ebből baj lesz. Pillanat, srácok. Fél perc.
No, itt el is vagyok. Folytatjuk. Bocsánat. Na szóval ott tartottunk, hogy itt ki akarok vágni, nem? Nem tudom, hogy miért nem mentek. Tíz kilométer és meg is érkezünk a úti célunkhoz. Armát, fú, hát jó, most még nagyon, az is nagyon sok idő kell az a játékhoz is. Még egy battle royale-t lehetne tolni. Bocsánat, csak közben mondta a csokimat. Jaj! Júj! Szervusz, Warrior! Szarul, de büszkén! Megküzdöttem magam... jaj! Átküzdöttem a gépemet a víruson. Elég szopás volt. Egy órán keresztül szoptam a vírussal, ami vírus nagyon benyeltem. Most esik le, milyen jó reggelt? Most kelti? Ez a modpack, az a trailerpack volt, gyerekek, jó a trailerpack is. Csokimat kell figyelni. Ez is ritka, hogy 80-as tábla van. Hoppá, az ember jó. Így. Bal kézzel emberi váltás. Jaj. De benyeltem a vírus, nyugi. Üdvözlök mindenkit, még egyszer. Ott a cél. Fuck yeah. Jó. Na. Jaj. Úgy volt, hogy nem lesz időm. Azt hittem, hogy tovább el fog tolódni a rally versenyem. Ugye R-faktorban, amit mondtam is. De nem. Még volt idő a vírussal is küzdenem. Úgy játszottam le a versenyt, hogy 280 fokot fordult a kormányom a 900 helyett, amihez hozzá vagyok szokva. Úgyhogy elég nagy szopás volt. De végigértem. Az a lényeg. Bekanyarodsz, megdög lesz, átmegyek rajta. Nagyon helyes. Úgyhogy... Mindegy, nem számít a idő, beértünk.
És így is a kategóriában szerintem a... nem ismerek semmit mondani inkább. Aj, ne. Hú, azt hittem itt a bejárat. Jó lesz. Üdvözlök még egyszer minden egyes nézőt. Beraktuk a kamiont, két kamion modot raktunk bele. Ajaj, ebbi baj lesz. Elütöttük a bácsit, oda se neki. Talán így jó lesz. Jó. És akkor... tolatási. Szexi csávó. Not good. Miért van? Azért mondom. Szia, Indor! Add be, légy szíves! Nagyon jó. Add be, köcsög. No. Nézzük a fuvarokat. Nézzük, hogy van-e olyan fuvar. Van olyan fuvar, ami modolt kamion. Hát ennyi fuvarból, ha nem lesz egy modolt kamion se, akkor összefosom magam. Ajaj. Ebből baj lesz. Ne csináld már. Nehogy már, hogy egy darab üzé nincsen. Most ez kajak. Ah, ott van! Itt is van. Na, ezt elvisszük. Ez pont a Volvo. Kurva jó hangja van, gyerekek. Még nem vettem föl hitelt, mert... mert nem találtam se Volvo, se MAN kamionkereskedőt, és addig nem veszek föl fölöslegesen, hogy mondja le naponta a pénzt, úgyhogy inkább nem vettem föl. Kurva jó hangja van, gyerekek. Csak nem tudom, merre kell kimenni, hát pont nem erre. Mindegy, megfordultunk. Szóltak, hogy nagyon hangos a kamion. Kicsit bepofátlankodunk, de nem lesz jó. Küzdünk ezzel a rohadt izével, forgalommal, muszáj így elmenni mellettük, mert hogyha jön kocsi, nem fogok kiengedni. Á, gyerekek, Isten király ez a kamion.
külső nézet. Ez kurva jó, gyerekek. Na, ennek jó hangja van. Munkaközvetítő francba. Azt hittem, hogy ezért lesz. Ahogy kamionkereskedés. Hát az nem mi voltunk a legjobbak. De szerintem ironikusan írtad, hogy mi voltunk a legjobbak. Üdvözlök mindenkit! Szermusz Vida! Was is das? Nyomjuk ezerrel az Eurotrack szimulátort, ami egy kicsit modorva lett. Vigyon, micsoda képjárműben van. Mondom, ha már magyar mappon játszunk, akkor legyen már valami szakadt szar. Na. Letollak, bazd meg. Hát igen, közben a másik oldalon is zöldet kaptak. De bazdmeg, én hova megyek? Mi se erre kell venni? Kicsit megforgatjuk a gépjárművet. Nagyon elbambult, nem tudom, én hittem azt, hogy erre kell menni. Akkor rohadtul nem erre kellett. Szia, Junior! Valahogy megoldjuk, hogy el tudjunk menni. Minden pirosat ki fogunk kapni ezen a streamen? Vagy most mi lesz? Padlózik a gyerek. A úton szerettem volna. Úgy érzem, hogy egy kicsit hangos a játék.
hiszem el. Az nem tudom olvasni a csetet, a kurva élet. Hova indexelsz még? Elengedte? Köszönjük. Holán ZRT. Hány tonnát húzunk? 11 tonnát, ezzel mennie kell. Röhög a vak belem. De miért van itt 50-es tábla? Erre 70-es, mire lelassítok, 70-es lesz. Na, TNT. Köszönjük szépen. Én most folyamatosan nyomom a gombot, ilyen a dudája. Igen, elfelejtem kijavítani magamat, nincsen vak belem. Úgyhogy nekem már nem kell elmennem orvoshoz vele. Honnan tudod, hogy milyen egy vibrátor? Tapasztalatból mondod? Fog rád várni. Tűrni kell a gépjárműnek. Marha vicces. Azt a sort figyeld. Mi ez a sor, gyerekek? Ebből baj lesz. Mit csinálsz, haver? Kérem, hagyják abba a szájkaratét. Nem veszünk így jóba, hogyha itt fogtok szájkaratézni.
Rávész, hogy feliratkozás. Úgy kell feliratkozni. Kurva jó az a izé. Ez a duda. Mire várok? Megint. Mindjárt megérkezünk. Mi ez a nagy sor? De jó, hogy nem itt vagyok. Csak nevetni tudok most. Ne legyetek pálka hülyék. Segítsetek szegény gyereknek. Ott, ahol kiírja, hogy Eurotruck Simulator 2 magyar map, első kamion, ott az alatt van a nevem, a szöveg alatt, és ott lesz egy feliratkozás a nevem alatt, profilom alatt, profilképem alatt. Tovább kell mennünk? Igen. Szóval ti trollkodtak. Ne szokasod. Leállítottam? Leállítottam. Pacska. Na, ez is megvan, srácok. Szintet léptünk. Törékeny rakomány. Értékes rakományra tegyünk szerintem. Fuvarok. Nézzük. Majd menjünk a végétől. Hagyjatok békén. Hát most nincsen modolt kamion, ahogy nézem. Hmm.
Hát ez szopás. Hát... 9-1. Basszus. Úgyhogy akkor a legdrágábbat fogjuk elvinni. Na, hagyjátok abba a szekretét. Székesfehérvárra kell vinni 12 tonnát. Jó, ez jó lesz. Kapcsolunk pilácsot. No. Száguldás. Guys. Jó lesz. Hogy lehet lakott területen belül 70-en lenni, ez fasza. Hát mi nyomjuk. Ott a man. Vagy ez nem az? Nem tudom. Nyiha nyahinyá. Jaj, zöld van. Melyik a ablak törlő lesz? Basszus. Kihúzatjuk a gépjárművet. A gyerekek, mi van? Befejeztétek a Neymározást? Jó olvasgatni.
Azért nem is beszéltem most. Ment a szájköröte. No. 7 millió forintunk van. Hát az nem sok, de legalább kevés. Na, jó, most már fejezzétek be. Ennek milyen dudája van. Ott, na ott gond van. Na, eddig lesz még 30-as tábla. Jajjaj. Itt most mi a fasz van, hogy ilyen a 30-as tábla van végig? Na végre. A baltát a gyerekek. Jó, akkor. De ezek miért nem mennek, mikor 70-es tábla van? Kurva anyád. Ne viccelődjél, ne legyél szemtelen. Fiatal, én is voltam, de szemtelen is, ez így van. Mi? Most ez komoly? Ne vicceljünk már. Na, iszok egy kis vizet. Mi? Engedjétek már be ezt a rohadt kamiont. Na, most már mehetsz. És né... Oh. Fú.
Hát ez gázolajjal megy, de mondjuk úgy. Ne káromkodjatok a csetbe, ha lehet. No, az meg ez jó lesz itt. Sziasztok, Modi vagyok. Jó. Jó neked. Na, itt meddig leszünk? Itt még meg se tudunk lógni. Gyerünk már, emberek! Tessék, megkaptad a moderátorodat, Rózsa. Erre a streamre most ez volt az utolsó. Hát ez így nehéz lesz. Hát ez így nehéz lesz leindulni. Írjál valamit a chatbe és megnézheted, hogy megkaptad. Én is kapok visszajelzést, hogy megkaptad a moderátoridat. De szerintem megvan a moderátorid. Már moderátor vagy. Ide, beállunk a tornasorba. Remélem nem fog betugulni ez a szar itt. Nem csak így osztogatom. De most úgy lesz, hogy minden live-ba fog kapni valaki modit. De most Rózsa kapta. Szia, Matyi! Húzást, húzást, húzást.
Bocsánat, pillanat. Még nincsen saját kamionunk, mert ugye magyar lap vagyunk, és hát elég szopás. De modolt kamionok vannak bent, két modolt kamion. Egyikkel előbb mentünk, majd ha vissza akarod nézni, vissza fogod tudni nézni. Ezelőtti fúvar az azzal volt. Azban egy Volvo vagy MAN kereskedőt kell keresnünk, mert abban a két kereskedőben van az a két kamion. És amíg nem találunk azt, addig nem veszünk föl se hitelt, meg nem veszünk kamiont, semmit, mert olyat akarok venni, ami modolt. Úgyhogy ezért nincs még saját. Na, mindjárt megérkezünk. Hát jó napot. A közben már nem is esik az eső. No, közben meg is érkeztünk a célállomásra. Ja, majd holnapra megnézem, mert holnap folytatjuk, ilyen 6 óra felé. És akkor addigra megnézem. És akkor arra fogunk vinni fuvart, de már megint ez olyan szarul lett megcsinálva itt. Hogy máshogy fog kell befordulni, mondjuk így. Na így jó. No. Parkolás. Oké. No. Na nézzük a következő fuvart. Még mindig csak az egy van. Akkor... egy modolt kamionnal kéne most menni.
másik modolt kamiont is meg akarnám mutatni. Köszönöm, Warrior. Itt van a Volvo. Nekünk a MI-en kéne. Még egy Volvo. Még egy Volvo. Ezt nem hiszem el. Hát ez szíves. Hol volt ez a van? Vagy Volvo? Valahol itt volt. Na, ezt elvisszük. Mondjuk elég hosszú fuvar. No. Mennyi, tesó? 'Na mindegy, most már beengedsz minket. Kurva jó ez a kamion, nagyon tetszik. Jövő hét folyamán szerintem lesz Rainbow Six. Ja, jövő hét folyamán lesz. Mert tényleg olyan rég volt. Ja, hogy 80-as tábla. Kopadlózzuk, gyerekek. Szerintem hétköznap lesz, de ha lesz hétköznap live, az ilyen 6 után lesz. Vagy fél 6. Fél 6 és 6 között lesz a kezdés. Körülbelül. Ez is holnap olyan fél 6 körül fog kezdődni. Fél 6-6. De lehet, hogy a My Summer Kart fogjuk folytatni. Mert ugye azt is össze kéne rakni a kocsit, meg le kéne menni szerelőhöz, dolgozni kéne benne, abban is fog munka. Hopp, átugratunk.
Az kifordult. Megnyomtuk a tempómatot, mert itt látom elég nagy egyenes van. De viszont írjátok nyugodtan, kommentbe is írhatjátok, meg most így live chatbe is írhatjátok, hogy milyen videót, milyen streamet akarnátok, miről. És akkor, hogyha megoldható, akkor megoldom. Csak nyugodtan írjátok meg. Aki videóként nézi ezt a streamet, az is hozzászólásban nyugodtan írja. Mi is léptünk, mi is leléptünk utána. Nem maradtunk már mi se. Hát fáradt voltam én is. Úgy, mint most is csak hásítozok. Ugye odaérünk a célunkhoz. Ja, várj, nem, még 15 km. Jó, hogy 80-as tábla. Akkor tapossuk ki a szemét. Ezt a videót körül ez a fuvar. Nagyjából, mert én holnap 3:30-kor kelek. És még van elintézni való már. De ez a dudán beszorog. De még nem kaptunk büntetést, ez nagyon furcsa nekem. Érdekes.
Haladjál szépen. Kicsit olyan hangja van, mintha le lenne szakadva a kipufogó. Az Auspuff. Nagyon egyenesek a utak, de nem baj, legalább nem kapunk pirosat. Na. Azért mondom, jól láttam én. Ugye odaérünk az úti célunkhoz, most már tényleg már lehet látni a mappon. Itt egyre több az ilyen nyolcvas tábla. Ó, itt ilyen domb van, vagy mi? Úgyhogy szlalomozás volt itt. Na jó, egy kis spoiler. Én úgy terveztem, hogy jövő héten szombaton, jövő hét szombatra terveztem egy ilyen kis 12 órás live-ot, amiben lenne Daisy, egy 4 óra, Eurotech Simulator 2 óra, 2 óra Rainbow Six Siege, és 2 óra GTA, meg még valamit nézünk majd még bele, lehet a chat, hogy nem tudom, de az lényeg, hogy olyan játékot akarok, amivel minél többen tudok veletek játszani. Várjátok, most nem figyeltem, most gondolkodtam. Azt mondjuk, hova megyek? No.
Ez is megvan. No, hát srácok, ez a stream ennyi lett volna. Ha szeretnétek, hogy legyen 12 órás live jövő hét szombaton, akkor lájkoljátok a videót, meg kommentbe írjátok, hogy legyen. Csak ennyit, hogy hashtag legyen például. Jó, na, úgyhogy köszönöm a figyelmet, srácok. Én Foxy voltam. Sziasztok, jó éjszakát!